Sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello! Hú! Na! Bizony ez már tényleg az utolsó rész, majd az első rész a Brotherhood végigjátszásunk alatt. Igen, Ezio már nem tud nekünk segíteni. De mit csinálsz? Meg akarod baszatni magad az árammal? Na mindegy. Na, egyből elkezdtem a felvételt. Egyből Matyi kutyám elkezdett ugatni. Amúgy emlékeztek, hogy itt egy gyűjtögettük ezeket a kis, nem is tekercseket, hogy mit gyűjtöttünk ide ezekhez a másik részben. Ide költöztek be Desmondék. Na mindegy, akkor most ki kell mennünk, mert ugye elment az áram. Nagyon jól lehet, hogy a templomosok vannak itt a háttérben. Ők állnak itt a háttérben ez miatt. De ne nekem legyen igazam egyébként. Szóval itt van valami kis cuccos. Én nem tudom, meddig tart ilyen Desmondos rész, de szerintem Ezióval már nem jól fogunk találkozni, sajnálom. Ezt most fedeztük fel még csak. Az jó. Az úgy jó. Na, mert mi volt akkor? 1420-ban. Gondolom akkor is gufircoltak az emberek. Isten! Mi? The Tetragrammaton, the 72 names of God. Micsoda? They're all contained within three verses, Exodus 19 through 21. Na, téged is csak az eszedért szeretünk, Sean. Four Hebrew letters in God's name within an equilateral triangle. Their numerical values add up to the same number. 72. Na, 72. That's kind of why I'm saying it out loud, Rebecca. Yeah, but I haven't got to the kicker yet. Construction on the Colosseum began in the year 72. Mi akkor kezdték el építeni a Colosseumot? Na várjunk már most akkor az áramot fogjuk újra üzem. Ja nem, már megyünk a Colosseumhoz. Jó. Bazd meg, hát ez ennél hangosan már nem is lehetett volna. De jó így a modern korban is látni a Colosseumot. Az. Csak most itt nem feszítenek senki, csak keresztre. Sean's right, that tunnel should lead under Capitoline Hill. I'll help them find another entrance. Hú, most olyan ördög ilyen nézett Rebecca, vagy Lucy, hogy még megijedtem. Amúgy erre a részre sem emlékszek, hogy ilyen lett volna. Na mindegy akkor. Megnézzük a cipőfőző, nincs csak kioldzódzva. Oldzódzva. Aztán haladjunk. Na! Így kell ezt csinálni. Azért látszik, hogy Ezio ük unokája vagy. Ő is ilyen múja volt. Jaj Isten, ezek a modernkori cuccok. Elrontják itt a hangulatot. Itt vissza lehet mászni, nem úgy? Nem. Az jó. Az úgy pont jó. Megnézem, mit ugat az a kis kutya amúgy, de... Nagyon tetszik, hogy ilyen kurogat, mikor videózok! Jaj, Isten! Ez mindig akkor... Ez a jószág, ez a kutyuska, ez mindig akkor kezd el ugatni, amikor elkezdek videózni, de azért már többi kutya ugat. Mert valakik járkálnak az utcán, és egyfolytában megállás nélkül. Konkrétan... Egy napja csak ebből telik. Nem tudom, mikor alszik, de egyfolytában általában ugatni szokott. De még engem nem zavar. Csak akkor, hogyha egyfolytában ki kell mennem. Emiatt. Na, az már zavar. Holding the apple. I'm an apple. Apple man. Pineapple apple. Valamiért, mint hogyha éreztem volna, hogy mi itt a Colosseumban, így a modern korban is fogunk majd így ugrabugrázni. Ez megint csodálatos, messze szép. Nem tudom, mit fogunk találni.
Remélem, vagy 2 liter kávét termoszba, mert olyan fáradt vagyok. Na tudjátok meg. Nem tudom, már régen volt ilyen, ki van száradva a szám is. Fáradt vagyok. Annyi kávét megittam már, vagy... Most nem akarok hülyeséget mondani. De... Mit tudjam, 4 csészével biztos. De nem 6. Még most is simán el tudnék amúgy aludni. Nem tudom, mi van velem. Lehet a tegnapi 6 óra hossza Assassin's Creed-ből húzás tette be nálam a kaput. Nem lehet tudni. Nekem nem az nem hiányzik a Assassin's Creed Brotherhood-ból sem mondjuk, hogy jaj, most megint Desmonddal kell menni, hanem az idegesít engem csak, hogy Sean egyfolytában ezt a hülye favicekkel basztat minket. Ez nagyon idegesít. Ma van október 10-e, gondolom 2010. Meg laggolás. A számok összeállnak. 23-as szám. Wow, nekünk is van rejtett penkénk. Ugye milyen kemények vagyunk? Az igen. Ez hiányozni fog az Assassin's Creed Brotherhoodból, ez a folyamatos zörej. Ez a hangoskodás, ez. Engem nagyon mélyen fog érinteni a hiányom. Mit csinálsz? Ott van egy Assassin jel. Ott igen. Meg ott is van. Ja, itt is van. Hú, mi látjátok, mert szuper képességünk vannak. Akkor ezt is nyom be. És akkor mindjárt megszól a szobor. Hú, ilyen közel nem kell menni a férfihoz. De ez mond. Hát most azt hittem megtapintja, hát ez nem vályokból van. Hú, de erős vagy. Na, már nincsen visszaút, testvérem. Na, mi van? Aj, de jó, azt már szeretem. Ezt a full sötétséget. Na, már csak ő hiányzott. A hangja se tetszik. Ez a nő, ez megbabonáz az embereket, mert minden ez köcsög nő. De, menjünk akkor arra. Ki? iPhone 75.jpg. Nagyon jó, hogy egy kép elérhető. Jaj, bassza meg! Nem szok semmit. Amúgy visszavettem a FPS-t. Valhalla! Nézd meg! Ez nekem olyan volt, mint szívembe egy tört szúrtak volna. Visszavettem az FPS-t, szóval... Baszd már meg! Szóval már nincsen 30 FPS-re lekorlátozva. Reméljük nem lesz baj, egyszer már megöltük Cezárt, remélem még egyszer nem kell. Nem tudsz felmenni? Mondjuk, hogyha okoskodunk? Nem. Jó, akkor visszamegyünk. Mondjuk, erre fel tudsz mászni? Nem. És itt? És ez most mire jó? Mi az a csimpaszkodás? Ez most mire jó? Így. És akkor... Oda mész? Igen. Nem vagy te ügyi fagyi. Haza? És akkor én itt basztam el, mert erre kell menni. Azt hiszem a Revelation-ben kevesebb Desmondos szál lesz. Miért úgy emlékszem. Na. Jó napot. Na igen, jó van, elhiszem. Nem lehet belét szólni a rejtett pengét. Ti-ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri. Ti-ti-ti-ti-ri-ti-ti.
Cleansed by famine. Cleansed by flood. Hát elszédül, hogyha sokáig körülte forgok. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam 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 pam. Igen? Most már? Tovább lehet menni? Köszönöm. Ezek olyan feladványok, hogy szerintem egy 3 éves gyermek, aki nem kapott elegendő anyatejet még nagyon kisgyerek korában is meg tudja csinálni, szóval... Bam meg. Az kemény. Az kemény. Ez a... Colosseum belseje? Megnézzük. Jó. Na nézzük, mi lakozik itt. Az szép. Kopogtatnak. Lehet jönnek. A... Jehovák. Wood's the stone, amúgy ilyenkor úgy leszúlna egy rejtett pengével. Nagy asszaszinok, nem tudtak volna simán bejönni az ajtón. Nem is láttam eddig, hogy Desmondnak van tetoválása. Na mindegy. Az igen. Itten el fogunk még ugrobugrálni egy darabig. Majd követjük Ezio-t. Ha az Ezio, én úgy látom az Ezio volt. Arra menjünk. Merre menjünk? Menjünk arra. Ámen. De ez most... Nem mondok már semmit. Ez most mire volt jó? Én nem eszem a kefét. Én nem eszem az ideget. Jaj. Valakik harangoznak is. Vagy nem az volt? Várjatok. I don't know. Még lehet tovább is menni. Nyomjál meg bármilyen gombot. A játékosok 99%-a ilyenkor az I betűt nyomja meg. Reméljük ilyen csapdák nincsenek itt. Most mi van? Arra megyünk. Oké. Próbáljuk meg, hogy erre tudunk-e menni. Jó van, elhisszük, csak hagyd abba. Csak hagyd abba, kedves Juno. Így is majdnem elalszak, hagyjad el magad. Most odaugoljak át, átugrok. Van az a pénz. Na, most is jó. Megnézzük, hogy itten tudunk-e valamit unlockolni. Na. Most ez a csapda, ez mire volt jó? Vaj, ott fel lehet menni? És itt? Az igen. Jó van. Akkor menjünk vissza. Sziasztok! Hú, de nagy segítségek vagytok amúgy. Áldalak titeket. Bocsánat azért a elbaszott hangulatomért, de tényleg kokain használnék, akkor szerintem jobban pörögnék, vagy valami, de hát azt nem szabad. Meg nem is kéne.
Aha, látom, hogy merre kell menni. Supszá! Tényleg igazából valóságban így kiugrálna itt. Hát én nem bénám, én... Hú, jó, hát ezért nem vagyok jó trambulinos. Milyen trambulin? Hát tudjátok, akik ott a magasban, hogy... Üzé... Artista. Autista lehet, hogy az vagyok, de artista nem. Valami úgy kinyílt, igen. Kinyílt a világ. Próbáltam feltenni a Revolutionhez a magyarítást, de... Megint valami hibát írt ki, mint a Brotherhoodnál, nem értem. Szóval azt is angolul fogjuk végigjátszani. Irózasz, irózasz. Rózasz. Én nagyon utáltam ezeket a modernkori szálakat a Assassin's Creed 3-ban, mert ott nem lehetett kiskippelni ezeket a unalmas átvezetőket. Nagyon unalmasak voltak. Istenetlenül, nem tudom, hogy kinek tetszettek, de az embert lehet kínozni ezekkel az átvezető videókkal. Amúgy még jó, hogy nem ott álltak. Na, egy kicsit hamarabb lejutottunk. Na, mi van itt? I'm not so sure. Látjátok? Látjátok? Krisztus előtt milyen hamar feltaláltam a liftet? Most hiába a pumpbox, mert nem én csináltam, vagy én csináltam, ez nem tudtam, hogy ez lesz a következmény, szóval... Nem tudom, hogy mit két pumpogni. A Sean amúgy nagyon sok Assassin's Creed részben szerepel, meg a Rebecca, de... Mondjuk úgy jó, hogy így szerepelnek, mert ugye nosztálgyik meg minden, de... Jaj, de hogy miért? Na mindegy. De hülye. Na, csak tud angolul. Wow. Wow, that's awesome. Úgy futok, annyira fut az a Desmond, mint hogyha az ebédhez futna. Ott van Ezio. Valamikor. Korába. Na ott van az alma. Ugye ide tettük. Ide tettük a Ezióval ugye a előző részben. Amúgy én rávágtam volna a Lucy fenekére így, hogy így elfutok. Nem tudom lejjebb venni ezeket a hangokat, ne haragudjatok. A játék olyan köcsök, hogy minden egyes újraindításnál újra be kell állítani a hangot, mert felveszi maxra. Szóval ezt nem tudom, ezt hogy csinálták, de nagyon szarú. Try. Hú, de... Tudom, hogy unalmas. Oda nem megyünk, mert az át akar baszni. De... Annyira szarú vagyok. Nehogy írjátok kommentben, hogy korona meg ilyen fasságokat.
No, mi is te a... Az miért világít? De vicces. Esküszöm. Ez annyira vicces, hogy komolyan mondom. Én mindjárt kacagok. Jó, akkor itt felmegyünk. Mondom, itt... Jézus. Mondja már meg valaki, hogy ez mire volt, jó? Amúgy nem tudom, ugye AC3-on már végigvittük párszor. Szóval jöttek közben anyához, barátnője. AC3-on már végigvittük párszor, nem tudom, nektek hiányozik-e Desmond, ugye ott meghal. Desmond ott meghal, ezt tudjuk, ez nem nagy spoiler. Nem tudom, hiányzik-e Desmond, így, mint karakter. Lehet amúgy az időre megy, azon gondolok, az lehet időre megy, azért tűnt el ott az a geckó. Majd mindjárt kiderül. Aha. Ez időre ment. Még most is arra megy. Hát ez pofa arra megy, akarom időre. Csodás. Csodás dolog. Igen. Yes. Uram, hölgyem. Te hülye vagy. Baszolj meg. Komolyan mondom, de ezt mond. Baszolj meg. Kimegyek közben a rokonhoz, mert ugye ma van Erzsébet napi, és ő Erzsébet. Felköszöntöm. Megbeszélgetünk pár szót. Szóval Desmond, baszolj meg. No. Hát... Erzsike nénivel... Nagyon nem beszélgettem, de azért... Hallgattam... A... beszédet. Szóval... Itt vagyok újra. Megy még mindig. Meg minden. És akkor... szerezzük meg azt a kibaszott almát. Most már... Komolyan mondom. Nem unják még? Hát ez... Ja, nem tolókocsisoknak találták ki. Kerekesszékeseknek. Hát így talán. Na, nézzük meg azt az almát. Vagy még nem? Még ne nézzük meg azt az almát, mert... Hello? Mi van? Mi van már megint? Sok az FPS? Sok az FPS? Az a baj, hogy sok az FPS? Vagy mi a fasz? Hát beszarok ezen a játékon, komolyan mondom. Emlékszem régen... haveromnál... mikor... na... mikor... feltettük a gépére a Brotherhoodot. Hát ez valami baszottul laggolt, emlékszek, nem is lehetett vele játszani, annyira laggolt. Sosem, nézd meg! Most tényleg most... Hát ez... Fú, de útam ezt a játékot. Valószínűleg sok volt az FPS, megint, szóval most már... így fogjuk végigvinni. Én nem tudom, megfognám-e. Ajaj, főként, hogy ilyeneket produkál. De jó, Sean, te, hogy mindent tudsz, milyen okos vagy. Hú, bazd, mert mondta, hogy nem kellene megfogni. De mit let me go? Minek fogtad meg? Egy. Mit kell mindent fogdosni? The cross darkens the horizon.
Mi a fasz? Az úgy jó, hogyha valakit meg kell ölnünk a barátaink közül. Te kit? Én nem merek megmozdulni. Bazd meg! Na jó van. Szerintem úgy érzem, hogy Lucy-nak gatya van. De nem tud róla még semmit sem, hogy hamarosan meg fog halni. Bassza meg! De szar! Kalapszar. Hú, bazd meg! Ennyi. Most azért, mert ő templomosan dolgozott, hogy mi? Ez a Juno vagy féltékeny? Mi a fasz? Nagyon jó. Még azt hiszem, hogy Desmond most ilyenkor kómába esik. Na jó van. nem tudni, hogy most akkor mibe esik, vagy miben nem. Én úgy emlékszem, hogy kómába esik. Összegzés fog jönni, következni. Én nagyon, nagyon tetszett a Assassin's Creed Brotherhood. Főként ez a zene, ez a legjobb. De most ne a zenéről beszéljünk. Nem volt olyan hosszú, mint a második rész. Nem is volt olyan jó a sztoria. Azt akkor de jó sound, muzsika. De mégis. Nagyon, de nagyon oda voltam érte. Ahogy a összetett, milyen összetett volt. Lehetett már renováltatni, lehetett a városban is már a lovakat irányítani, akkor sok számszerű volt már. Aha. Megérkezett Desmondnak az apja. Na mindegy, és... Hol tartottam? De ez mond apja félbe szakított. És ahogy bevezették a testvériséget, hogy most már Ezio nem csak egyedül megy az ellenség után, hanem bármikor barátokat, asszaszinokat tudunk fogadni. Jobbak lettek már így a parkör rendszerek, vagy a rendszer, a közelharc is, akkor ahogy többféle fegyver közül lehetett válogatni. Szerintem a karakterek is most már kidolgozottabbak voltak. Róma sokkal nagyobb volt, mint Firenze és Velence. Ugye? Jól mondom, Firenze és Velence így együttvéve. Bár a villa hiányzott, ami a másik részben benne volt, de nem nagy, most azért ne emiatt keseregjek. Illetve Róma, mint város, nagyon-nagyon baszó volt szerintem. Szerintem mondják, hogy a egyik legjobb Assassin's Creed, a Brotherhood. Én azt mondom, hogy a maga korában, ha a trilógiát nézzük, a Ezio trilógiát nézzük, biztos, hogy a legjobb, szerintem. De még a Revolution hátra van, megnézzük, milyen lesz, milyen lett. Mit tudok még mondani? Ezt... Ja, bocsánat, nem lehet, nem is akartam mondjuk. És akartam, de... hülyeség volt. Szerintem játszottam már jobb Assassin's Creed-del is, majd elmondom, hogy szerintem még a legjobb Assassin's Creed, amivel játszottam, és nem a három, régen azt tetszett legjobban, de már nem, azóta nem. Ezio most itt volt fénykorában, itt Rómában. Figyeljetek, egyetlen egy nagy keserűség, hogy rövid volt szerintem ez a játék, hiszen
körülbelül olyan felénél jártam, mikor tegnap elkezdtem újra játszani a játékot, és ma már végig is lett véve. De rengeteg gyűjtögetni való, renoválni való dolog van még a játékban, ez abból is látszik, hogy körülbelül 50%-nál vagyunk szinkronizálás ügyileg. Szóval igen, meg ott vannak a DLC-k, amiket nem fogok végigvinni. Ne haragudjatok. Egyébként ez volt az első több játékos multiplayer-en alapuló Assassin's Creed. Ez szerintem abból is látszik, hogy lerövidítették a sztorit, és inkább a multiplayer-es dologra funkcionáltak, ami végül is nem lett hosszú távú siker, hisz ugye meddig volt multiplayer a játékokban? Azt hiszem a Black Flag-ben még volt. Vagy a 3-ban sem volt már, nem tudom, a Revelation-ben még volt multiplayer. Az Assassin's Creed sorozat nem a multiplayerre kellett volna, hogy fókuszáljon, meg nem is arra, hiszen így a sztorival, meg így mindennel ezekben az igaziak. Viszont azt hozzá kell venni, hogy biztos jó móka volt multiplayerezni, és egy széna kazalba így rejtett pengével leszúrni a barátunkat, ugye a másik játékost, de jó móka lehetett, biztos. Nem volt olyan sok modernkori rész, inkább az elején. Szerintem nagyon magával tudta így az ember rántani ez a világ. Nekem akkor is tetszett, amikor megjelent. Emlékszem, haverral elszórakoztunk ezzel a játékkal nagyon sokat. Ez volt az első Assassin's Creed, amivel én játszottam. Igen, nem a második rész, hanem ez, és nem is az első. Szóval én örülök annak, hogy sikerült végigvinni a csatornán is ezt a játékot, és sikerült nektek bemutatni. Mert lehet, hogy vannak olyanok, akik megnézik inkább itt nálam ezt a játékot, de már nem veszi elő, mert ahogy látszódott, elég régi játék, 10 éves játék, PC és PC még csak 9, még csak, de azért látszódik, hogy itt vannak a voice talentek, azért látszódik, hogy korosodik a game. Szép meg szép, de szebb, mint a másik részben, ugye mint Desmond, mint Ezio, mint karakter, ábrázolás szebb, meg így a várs is szebb volt, mint a másik részben. Másik részben nagyon néha ilyen sivár volt így a megjelenítés. De azért már korosodik a game, ez abból is látszódik, hogy nem tudtuk megölni Cesarét, csak Visings, úgyhogy bekapcsolt a Visingset, illetve itt a végén, hogy azt a kibaszott almát, ami végül is Lucy halálát okozta, azt nem tudtuk felvenni, csak Visings mellett. Nagyon várom a Revelations-t, nem tudom mikor kezdek neki, mert nagyon sok játék van, amit végig kéne vinni, és hogy én a Revelation-be belefogok, akkor kutyakötelességem hamarabb végigvinni, mint ezt, és nem elhúzni 2 évig, hiszen Ezio utolsó történetét fogjuk elkezdeni, és az is egy nagyon baszott jó rész, szerintem. Majd meglássátok. Mondom, egyébként bocsánat a hülyeségét, amit előző részben mondtam. Ugye azt mondtam, hogy nincsenek már achievementek a régebbi Assassin's Creed-ekben, vannak kihívások nincsenek, azt nem tudom, az visszakerül-e, vagy mi van, most nincsenek jelenleg. A Brotherhood-ban pedig még alapból nem voltak achievementek, és a kettőben. Konzolon nem tudom, itt PC-n, Uplay-en keresztül játszva nem volt, nincsenek. Mert amúgy még mind akarsz játszani, ha nem Uplay-en keresztül, Norbi, Steam-en meg pláne nincsen, de hogyha mondjuk megveszi valaki egy Assassin's Creed Steam-en, akkor is alapból a Uplay-re is felteszi a játékot.
Mit akartam még mondani? Nem tudom, gondolkodok. Addig nézzük, hogy hány francia készített ezt a játékot. Sokkal összetettebb játék, mint a másik rész volt. Martin Champagne. És nem egy töltelék rész volt. Én örülök, hogy Ezio történetem a másik résszel fejeződött be, hanem még jött egy Brotherhood, mert ezt egyáltalán egy töltelék résznek láttam, annyiféle újítások voltak bennem, hogyha olyan lett volna, mint a másik részben, ugye a dolgokkor mondhatni lehetett volna, hogy ez egy DLC volt, de ez nem egy DLC. És a Revelation-ben is majd látni fogjátok, hogy az sem egy DLC. Viszont már nem hiányzott volna egy újabb Ezio-s negyedik rész. Így örültem akkor, mikor ugye már egy szám a szám sort kapott a sorozat, ugye 3-as számot. Na, beszélni ma már nem tudok. Mit akarok még mondani erről a játékról? Az a baj, ilyenkor nem jutnak eszembe a dolgok, pedig még szerettem volna egy-kettő dolgot mondani. Annyit, hogy szerintem nem tudom, majd akkor mondok véleményt, hogyha végül a Revelation-t, hogy melyik a jobb a Revelation, vagy ez, de szerintem a Brotherhood jobb, mint a második rész. Azt ne kérdezzétek, hogy a harmadiknál is szerintem, meg azt hiszem csak a harmadikat vittem végig a csatornán, igen. Mert két különböző kategória, szerintem. Egy Brotherhood már nem tud felérni mondjuk majd egy Assassin's Creed Valhallával, vagy egy Assassin's Creed Syndicate-tel mondjuk, ha mondtam valamit, újabbat. Szerintem grafikügyileg biztos, hogy nem. Más korok voltak azért még itten 2010-ben. Így a szereplők bemutatása kapcsán is egyébként egészen más idők voltak, sokat változott az idő azóta. Ez mondjuk a Rockstar Games játékainál is meg lehet nézni, mint mondjuk egy 2000-es évek elején volt egy Vice City, ott milyen szereplők voltak, meg mondjuk egy GTA 5, ahol azért már nem olyan világot ír, már azért a Rockstar beletette azt a ízt a játékba, ami a 2013-as években volt az a nagyon technológián alapuló világ, meg azok a picsogások, azok a mindenki halmozta az élvezeteket, meg mit tudjam. Nagyon filmes volt már a G-tört. Ilyen, nem inkább a történetre fókuszáltak, hanem inkább arra, hogy nagyon filmszerű legyen, ami az akkori igényt kielégítette, és ki is elégítette, az biztos. De egy kicsit elkanyarodtam amúgy. Van egy pattanás az arcomon. Na mindegy, akkor azért beszéltem még itt, mert azt hiszem, hogy még lesz majd valami átveszhető videó.
de egyelőre nem úgy tűnik. Írjátok le ti is a véleményeteket, hogy ti hogy éreztek az Assassin's Creed Brotherhood-dal kapcsolatban. Tényleg nem bánom, hogy végigvittem. Ez egy nagyon fasz AC, de tényleg. Majd nem ezt fogom mondani az Assassin's Creed 1-nél, hogy ez egy nagyon fasz AC, de ez tényleg az volt. Azért itt már ugye a másik résznél ugye bele kóstoltak ebbe a sztorizásba, hogy így jobban így egy élő karaktert létre tudjanak hozni, és egy hihető sztorit és mindenkit megérintő sztorit hozzanak létre, és világot. És már nem csak úgy, mint például a Far Cry 1-nél, hogy csak a technológiára mentek, mint ugye Assassin's Creed-nél is, hogy hú, ilyen még nem volt más játékoknál, hogy ilyen ennyire tudjon mászni a karakter, meg ugrándozni, meg hú, de nagyon kemény, de a sztori meg olyan volt, amilyen. Itt a másik résznél kemény volt már a sztori is. A Brotherhood az meg szerintem nem tudta, olyan, nem volt olyan jó sztori, mint a második résznek, de összetettebb volt. Na. És emiatt mondjuk a sztori ügyileg sokan szakálják a harmadik részt, hogy az már nem volt annyira jó, mint a Ezio-s sztori. Trilógia sztoria. És ez igaz is. Na jó van, srácok. Akkor majd jövök egy Revelation-nel. Lehet, hogy már 2 nap múlva, de lehet, hogy majd csak 1 hónap múlva veszem elő. Nem tudom, nem tudom. Tudtam én, még itt lesz valami. Itt még csak ilyen achievementek voltak, ilyen Uplay-es, nem tudom, hogy minek nevezik ezt. Nem tudom, milyen achievementnek nevezik ezt egyébként. Hova menjünk? Megnézzük még a Colosseumot, hogy utoljára. Nézzük meg. Nem lesz már Assassin's Creed New Brotherhood végjátszás. Ahogy azt higgyétek. Szépen megsafoljuk, megvizslassuk. Nagyon, 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 de nagyon sok tennivaló még van még itt, és eszem jutott valami? Hogy ezt még megnézzük. Ezt. Nem azt, hanem ezt. A Christina Mission-eket. Azt feltétlenül meg akarom még nézni. Kíváncsi vagyok, hogy akkor mi történt Christinával. Így még mikor, tudjátok, mikor még fiatalok voltunk Jui Firenzében. Na! Na, ez nem fog hiányozni. Amúgy a Revelation-ben nincsenek lovak. Vagy ha vannak is, nem lehet őket, azt hiszem, nem lehet rájuk ülni. Szóval ez már alapból nekem nem fog jól esni. Szépen megnézzük. És szerintem sokkal lélegzőbb, ha ez jó szóra lélegzőbb a város, mint a kettőbb volt. Magyarul annak a kornak az igényét, a 2010-es évek igényét kielégítette a játék. Szerintem 2010-ben ennél jobb sandbox játék nem nagyon volt. Meg 11-ben sem. Szerintem. De lehet, hogy aztán volt, de nem hiszem. Itt lemegyek. Mondom, hogy lemegyek. Jó van. Ezt direkt így akartam csinálni. Hogy így történjem. Fasza! Háca! Laca fasza! Megnézzük akkor itt a Mizu. Mi a fasz? Ott van Krisztina. Egy pillanat. Kurva hangos. Pedig le van véve. Na nézzük. Ez is hangos, de nagyon követi a jányt.
Na, ez már 78-ban van. Szóval ilyenkor már assassinok vagyunk. Azt hiszem. Lehet, hogy amúgy már gyereke is annak, meg össze van a házasodva valakivel. Mondom. Aha, married. Mondtam én. Hát jó van, örökké, nem várhatott ránk. Hoppá. Mi a tosz? Kitöltek meg? Ő a vőlegény. Meg kell menteni. A uzsorásoktól. Jó, mentsük meg. De biztos, hogy meg kéne menteni? Hello. De várjunk már, akkor Krisztinával mi fog történni? Na mindegy. Ez is olyan jó, hogy így közben Firenzében is járkálhatunk. Most rejtett pengével? Minden játszik? Rejtett penge? Minden játszik? Azt mondja, túllét. Ott van a vőlegény. Ja, majdnem a vőlegény szúrtam le. Pam param pam. Pam param pam. Pam. Oké. Okay. Uszika. Megyünk uszodába. Azért nem lesz jó. Waza! Ennyi. Grazie, messere. You don't know how close. Well, hey, aspetta. What are you doing? Hoppá, hoppá. Do you love her? Szereted őt? Do you love her? Christina. The woman you're about to marry. Yes, I do. I swear I do. Azért, mert nekünk fontos az a lány. Szóval itt a nehézé uzsoráskodjál, mint Roman. Mert hogyha nem leszel jó férj, én megtalálok és kinyíl a bazd meg. Jó van? Szóval nyugodjál meg. Kanold meg. Hát azért még egy kis puszika. Nyelves puszi belefér. Szóval ez az utolsó találkozásunk Krisztinával? Hát a te férjed vőlegénye nem fog ilyen jól, nem csókol ilyen jól. Semmi. Jaj, most ennyi, nem már. Nincsen több Krisztina mission. Bam meg! Azóta lehet, vagy utána lehet, hogy szült 10 gyereket is. Never knows. A bazd meg. Nem baj, legalább így nagyjából ilyen happy end lett a dolog. De lehet, hogy van újabb Krisztina mission még. Majd mindjárt úgyis kiírja a játék. Hát nem írja ki. Nem írta ki. Na, akkor, hogy minden agályokat elkerüljek. Ez utolsó Krisztina mission? Megnézem. Hát srácok, igazság szerint még Krisztina még két missiont adna, ahogy néztem, de valamiért nem mutatja a térkép. Szerintem még valamit meg kéne venni, vagy valamit fel kéne fedezni, vagy hasonló, de mivel ugye úgy volt megbeszélve, hogy akkor a mellékkövetéseket nem fogjuk megcsinálni összeset, meg csak a fősztorira koncentrálunk, így a fősztornak már vége, így akkor nálam nem fogjátok meglátni, megtudni, hogy mi lett végül is Krisztinának a vége, a sorsa. De ha érdek, akkor nézzétek meg valakitől, vagy hát persze. De majd én is megnézem, mert engem is érdekel, de most itt a vége a Assassin's Creed Brotherhood végigjátszásnak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, velem voltatok, és Ezióval még fogunk találkozni. Sziasztok!